Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselőtársaim. Érdekesen alakul ez a vita, ellenzéki képviselőtársaim nagyon sok mindent elmondtak, amivel egyetértek, viszont kormánypárti képviselőtársaim, vagy miniszterasszonytól is láttam, hogy erősen tiltakoztak néhány kijelentés kapcsán. Szerintem ebben a vitában föl lehet oldani ezeket a kérdéseket, hogyha elhangzik egy állítás az ellenzék részéről, és azt önök tudják cáfolni, akkor javaslom, hogy tegyék meg felszólalás keretében. Egyébként nagyon-nagyon érdekesen kezdődött ez a vita. Ugye a Fidesz vezérzónak a Budai Gyula volt, köszönöm, elszámoltatási kormánybiztos úr, szokatlanul őszintén kezdte meg a felszólalását, hogy azt mondta, hogy a börtönbiznisz érdekében benyújtott javaslatról kíván beszélni. Nyilván az elszólás, hogy mondjuk úgy, hogy a 2016-os javaslatra vonatkozik, de én azt gondolom, hogy mindenképpen megadta a vidának az alaphangját, hogy a Fidesz vezérszónoka ezt így kezdte meg. Ez egy megkésett beismerés. Én szeretném kérdezni miniszterasszonytól, hogy nem furcsa a szituáció, hogy az ön elődje, Trócsány miniszter úr által beteresztett javaslatnak azáltal kialakított problémákat kell önnek egy javaslattal megoldani, és hogy volt esetleg konzultáció az elődjével, hogy mi a szakmai véleménye erről a helyzetről. No, de hát ez a tény, hogy egy olyan problémáról, hogy valóban egy komoly probléma halmazról beszélünk itt, de azt mindenképpen mondjuk el, hogy akkor beszélünk róla, amikor a Fidesz ismételt kormányzásának a 10. évében járunk. Tehát minden tekintetben a Fidesznek bőven megvolt a politikai ereje és lehetősége ahhoz, hogy ezeket a problémákat, akár a túlzsúfoltságot, akár a körülményeket, akár a kialakult jogi anomáliákat kezeljék. Ez nem maradt el. És ugye valóban, hát ilyen leegyszerűsített számokkal dolgozunk, akkor egy 14 ezer fős kapacitása, jelenleg 18 ezerre van a jelenlegi rendszerben, ez 120%-os túlterheltséget jelent, de ugye ezek nem arányosan oszlanak meg, hogy vannak olyan intézmények, ahol 150-160%-os is lehet a fogvatartottak száma, ami nyilván elfogadhatatlan szituáció. Ugye már beszéltünk arról, hogy ezt a helyzetet, ezt a jogi helyzetet az önök javaslat, az önök által megfogalmazott javaslat hozta létre, azért ez legyen teljesen egyértelmű, és erre utaltam már, hogy ez Budai Gyula vezérszónok úr is elmondta. És önmagában üdvözlendő lenne, hogyha önök szeretnék ezt a helyzetet megoldani, hogy nem csak ezt a jogi helyzetet, hanem minden elemében a börtönök kihasználtságának, túlzott kihasználtságának a kérdését is. Ugyanakkor éppen ez nem olvasható ki a javaslatokból. Tehát ebből a törvényjavaslatból nagyjából az látszik, hogy ez egy ilyen politikai propagandának a nyitánya, nem a valódi szándék tükröződik. Most kérdésem lenne a miniszter asszony, hogy ez a javaslat, ami most itt van előttünk, ez az igazságügyi minisztériumban készült-e, vagy esetleg a propaganda minisztériumban Rogán Antal irányítása mellett, mert úgy tűnik. És egyébként ez műfaját tekintve sem tűnik törvényjavaslatnak, hogyha nem akarunk gonoszak lenni, akkor azt mondjuk, hogy ez egy ilyen parlamenti határozati javaslat, ami egy ilyen politikai propaganda, politikai deklaráció. Persze fontos témákban is lehet parlamenti határozati javaslatot előterjeszteni, de maga ez az anyag, ami előttünk szerepel, ez nagyon-nagyon nehezen feledhetető meg konkrétan egy törvénynek. De hogyha jó indulatok vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez egy törvény, akkor ezzel viszont szembe mennek Orbán Viktor miniszterelnök úrral, aki nem oly rég megerősítette a konzultáció alapú kormányzást, mert itt konkrétan ezzel a törvényjavaslattal egy megelőlegezett konzultáció várható eredményének a törvénybeiktatása történik meg, úgyhogy ezt sem nagyon lehet érteni. Nagycsak képviselő úr nincs jelen a teremben, ő utalt arra, hogy hát miért fáj az ellenzéknek az, hogyha megkérdezik a magyar embereket fontos kérdésekről. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy elég durva csúsztatás volt. Ugye rengeteg kérdésre próbáltunk mi is odáig eljutni, hogy megkérdezzük a magyar embereket, és mi azt fontosnak tartanánk, hogy olyan mindannyiunk jövőjét, generációk jövőjét meghatározó kérdésekről, mint mondjuk a paksi bővítés, vagy éppen a kínai érdekeket kiszolgáló Budapest-Belgrád vasútvonali 1000 milliárdos projektről, miért nem kérdezték meg az embereket. Mi jónak tartjuk, hogyha valóban meghatározó fontos kérdésekről megkérdezik az embereket, de itt nagyon komoly ellentmondást érzékelünk. Viszont lenne egy konkrét kérdésem is miniszterasszonyhoz. Ugye a helyzet ismert mindannyiunk számára, most egy rendkívüli, nem oly rég összehívott parlamenti ülésnapon vagyunk. Miért vártak erre eddig? Tehát ez a probléma ismert volt, az elmúlt 4 évben miért nem oldották meg ezt a problémát? Tehát amint látták, hogy ez egy olyan nem támogatott, nem kellemes politikai, vagy nem támogatható politikai helyzet kialakulásához járul hozzá, akkor miért nem léptek eddig ebben az ügyben? Miért nem léptek abban az ügyben, hogy ezzel is foglalkozik ez a jogszabály, nevezük törvénynek, hogy a bűncselekmények áldozatainak eddig is lehetett volna több költségvetési forrás biztosítani, az teljesen világos. És akkor itt az egyik legfontosabb kérdés, amit már nagyon sok ellenzéki képviselőtársam felvetett, hogy itt megfogalmazódott az a szándék rendkívül szűkös határidővel, hogy a törvényes helyzetet érvényesítsék, magyarul 100%-ra lenyomják a kihasználtságot. Hát itt erőteljesen tiltakozott miniszterasszony is, amikor a rabok tömeges szabadon engedéséről tettek fel kérdéseket képviselőtársaim, akkor kérem önt, miniszterasszony vagy államtitkár urat, vagy bármelyik kormánypárti képviselőt, hogy mondja el pontosan a magyar emberek számára, ne csak nekünk, a magyar emberek számára, hogy hogyan kívánják pontosan ezt a helyzetet megoldani.
Ugye többször felmerült már, hogy önök beharangoztak börtönépítéseket, amiből tulajdonképpen semmi nem lett. Ugye 2015-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága mondta ki azt, hogy a túlzsúfoltság tömeges és rendszer szintű problémát jelent, és erre készült egy bizonyos akcióterv. És 2017-ben Orbán Viktor 8 új börtön megépítését vetítette előre, 2019-ben pedig Pintér Sándor belügyminiszter úr már csak 5 börtönről beszélt, de hát ezek se valósultak meg, hogy ennek pontosan mi az oka. Hát olvashatunk ilyen különböző itt is fölmerült problémákat, hogy nem sikerült a közbeszerzéseket úgy lebonyolítani, hogy azok reális ajánlati ára fussanak végig. Hát én azt gondolom, itt egyébként fölmerül az előkészítőnek a felelőssége, és hát nyilván megfelelő költségvetése, megfelelő előkészítéssel ilyen problémának sem kellett volna felmerülni. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék egy világos választ, és szerintem minden magyar ember számára megnyugtató lenne, hogyha elmondaná a miniszter asszony, hogy pontosan hogyan kívánják azt a helyzetet megteremteni, tényleg nagyon-nagyon szűkös idő leforgása alatt, hogyha az elmúlt években nem tudták, hogy 100% legyen a kihasználtság. Tehát erre szeretne szerintem mindenki, és joggal várja mindenki a világos állásfoglalást, hogy hogy történhet meg. És egy dologról szeretnék még nagyon röviden beszélni, amiről sajnos nem nagyon esett szó ebben a vitában, és nem foglalkozik fel a törvényjavaslat sem. Ugye magának a büntetés végrehajtásnak is egy nagyon fontos célja az, hogy az onnét kikerülő egykori elítéltek vissza tudjanak integrálódni a társadalomba. Ez nyilván olyan körülmények, olyan feltételek kellenek, és azt pontosan tudjuk, hogy ezek nem állnak fel. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke, egyébként a fogvatartott érdeke is, de hát nyilván fontosabb azt mondani, hogy ez a magyar társadalomnak, mindannyiunknak az érdeke, hogy ez a fajta reintegráció ez lehetővé váljon. Most viszont jól látható a jól ismert körülmények miatt, olyan körülmények miatt, amik nem felelnek meg az ország nemzetközi kötelezettség vállalásainak sem, ez nem tud megvalósulni. Hogy erre milyen konkrét javaslatai és konkrét tervei vannak a kormánynak, ismétlen 10 éves folyamatos kormányzás után, hogy hogy tud ezeken a körülményeken, feltételeken javulni, hogy ez a nagyon-nagyon fontos társadalmi cél és igényt meg tudjon valósulni. Összességében szerintem a helyzet nagyon világos, egy komoly problémáról van szó, itt a saját súlyos hibáival és mulasztásaival megy most szembe a kormány, és ezekre próbál egyfajta politikai propagandát felépíteni, és ez nagyjából mindent elmond. Tehát Orbán Viktor kormányzásának 10. éve odáig jutottunk, hogy most már a saját maguk által előállított helyzetre próbálnak politikai propagandát építeni. Ez egy önmagukról kiállított ítélet, azt gondoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm.